Várunk mindenkit Magyar Péter megmozdulására. A vezetéssel baj van. Tiltakozik a nép. Említette, hogy ugye voltak vállalkozók, ezt lehet-e tudni, hogy kik segítettek pontosan? Nem lehet tudni. A pezsgőt locsoló fiatal milliómos vállalkozó Barlai Kristóf, a megyesi kormány volt igazságügyi minisztere Bárándi Péter és a baloldali botrányhős Szabó Bálint. Ők jelentek meg az utóbbi időben a magát jobboldalinak és megvesztegethetetlennek tartó Magyar Péter mellett. Tervezel fellépni a politikai porondra? Ez szerintem még viccnek is rossz. Elkezdünk közösségként, pártként funkcionálni. Na de nézzük sorban. Barlai Kristóf lehet a sok millió forintba kerülő baloldali tüntetés egyik szervezője, aki közösségi felületein úgy definiálja magát, mint életművész. Feltöltött tartalmai alapján pedig szeret hölgyek társaságában jaktozni és síelni. De az is kiderült, hogy magyar előszeretettel veszi körbe magát ismert baloldali szereplőkkel. Egyik ATV-s interjújára a közelmúltban Szabó Bálint kísérte el, aki rendszeresen kormányellenes tüntetéseivel hívja fel magára a figyelmet. Arról pedig már Magyar Péter írt, hogy ügyvédje nem más, mint a baloldali volt igazságügyi miniszter Bárándi Péter. Az üggyel kapcsolatban kerestük volna Márki-Zay Pétert is, miután a Mindenki Magyarországa mozgalom elnöke Facebook posztjában számolt be arról, hogy támogatja Magyar Pétert. Márki-Zay Pétertől azt szerettük volna megtudni, hogy pontosan milyen támogatást ígért Magyar Péternek, és mit is jelent ez pontosan. A Mindenki Magyarországa mozgalom elnökét azonban nem értük utol az üggyel kapcsolatban.